Nyíregyháza diákváros. Az itt működő felsőoktatási intézmények, iskolák miatt a nyár vége a diákok számára a lakhatásuk megoldásával telik. Kollégiumi férőhelyek is rendelkezésre állnak, de azért akad, aki ennek ellenére inkább albérletbe költözne. Túlnyomóan nem ez a jellemző az utóbbi években, idén pedig szinte egyáltalán nem volt eddig erre kereslet. Tulajdonképpen az albérlet piacon nem figyelhető meg a diákok tömeges érdeklődése jelenleg. Inkább családoknak, fiatal pároknak, egyedülállóknak adunk ki albérleteket. Nem hívott még egyetlen egy szülő sem minket, hogy szeretne kivenni lakást, vagy akár több fiatal is összeköltözne. Azt gondolom, hogy ennek az az oka, hogy nem bíznak benne maximálisan, hogy újraindul a főiskola, az egyetem. Az elmúlt években nem változtak a bérbeadás feltételei. Többségében egy havi albérleti díj és két havi kaució az, amit a leendő lakónak le kell tennie beköltözéskor. Ez a bérleti díj nagyságától függően 150 ezer forinttól egészen nagy összegekig is terjedhet. Nyíregyházán, mint ahogy más nagyvárosokban is nagyon nagy különbségek vannak bérleti díjak tekintetében, amit többek között a lakhatás elhelyezkedése és felszereltsége is befolyásol. Nagyon túlig, mi hozzánk 70 ezer forint alatt általában nem szokott bekerülni albérlet, ezeket ilyen 1+1-es lakásoknak kell elképzelni, tehát egy nagyobb szoba és egy kisebb, fürdő, WC közlekedő, tehát ennyi az egész. Ezeket így kell elképzelni, ezeket ilyen 70 ezer forintért lehet kivenni. Itt azért a szaniterek rendben szoktak lenni, a burkolatok is, és tényleg ki vannak festve és normális bútorzattal rendelkeznek ezek a lakások. Ami meg a felső kategóriás albérlet, az például a Szilvavölgy lakóparkban, az pedig egy 150 ezer forintos albérlet, ami ugye vadi új lakás, 0 kilométeres, soha nem lakták, és igazából a legjobb minőségű fürdőszobát rakják bele, beépített szekrényeket, konyhát. Tehát a kettő ez egy teljesen homlok egyenes más kategória. Ezt a 150 ezer forintos luxust is hajlandóak egyébként megfizetni a keresőink, de az jellemző, hogy ott viszont már nagyobb biztosítékot kérnek a tulajdonosok, akár egy 3 havi kauciót, vagy akár az, hogy 2 éves szerződést írjanak alá. A szakember elmondta, a bérleti díjak nem csökkentek az elmúlt időszakban, és a megyeszékhelyre jellemző, hogy az árak a realitás talaján maradtak. Aki pedig most kezd keresni, nem kell félnie, hogy a tanulók miatt lemarad egy-egy jobb lehetőségről.